Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra itt a Diétamentes csatornán. Mint láthattátok már azt a borítóképről, erre a kérdésre fogok válaszolni, amit ti kérdeztetek. Ez egy komment volt az egyik YouTube videóm alatt. És biztos vagyok benne, hogy többeteknek megfordult már a fejébe ez a kérdés, úgyhogy gondoltam egy egész videót szánok arra, hogy megválaszoljam nektek ezt a kérdést. A kérdés pedig így hangzik, hogy akkor mi a megoldás a súlytartást illetően, hogyan tudunk kalóriaszámolgatás nélkül fogyni, illetve az egészről mit szól az intuitív étkezés, mit gondol erről az egészről az intuitív étkezés. Összességében én azt mondanám, hogy mind a nem testsúlyközpontú megközelítés, amin belül egy módszer, ugye az intuitív étkezés, azt mondja, hogy a testsúlyunk az nem egy jó indikátora az egészségügyi állapotunknak. A testsúly az az eredménye valaminek igazából. Ez egy dolog, amit látunk, de nem feltétlenül az az a dolog, amivel nekünk foglalkozni kell annak érdekében, hogy mi az egészségügyi állapotunkon javítani tudjunk, vagy hogy azt... hogy jobban odafigyeljünk rá összességében. Tehát lehet, hogy nincsen semmiféle állapotod vagy problémád, amin javítani kell, az is lehet, hogy te csak szimplán tartani szeretnéd a jó létedet és a jó közérzetedet. Tehát összességében ugye a nem testsúlyközpontú megközelítésen belül benne is van a nevében, hogy nem a testsúlyra fókuszálunk. Tehát testsúlytartás, vagy súlytartás, az intuitív étkezés nem kifejezetten foglalkozik ezzel, mert ő is azt mondja, hogy figyeljünk oda más egészségmegőrző szokásokra, ugye maga a módszer segít helyreállítani a kapcsolatot az ételekkel, ami azt fogja eredményezni, hogy normalizálódik mondjuk az étkezési szokásaid, megszűnnek a falásrohamaid, sikerül elengedni ugye a korlátozásokat, és ennek a hatására szűnnek meg a falásrohamok, illetve gondolati, meg érzelmi szinten is ugye a bűntudat, vagy a diétás gondolatok, hogy ugye megszűnnek, és kikerülsz ugye ebből az egész ördögi körből, nem beszélve arról, hogy magában az intuitív étkezés módszerében kitérünk a testmozgásra, kitérünk a stresszkezelésre, kicsit az érzelmekkel való megküzdésre, tehát ezek is mind-mind azt eredményezik, hogy általánosságban egy kiegyensúlyozottabb állapot alakul ki a mindennapjaidban, az egészségmegőrzésedben, és erre aztán elkezdhetsz építeni más egészségmegőrző szokásokat. Mondtam már például, hogy akár csak a kiegyensúlyozottabb étkezést, testmozgást, stresszkezelés, érzelmeink kezelése, szociális kapcsolataink, alvásunk, és még nagyon sok dolog van, ami kihatással van összességében az egészségünkre, ami értelemszerűen lehet mentális, lehet fizikális is, nem tudunk mindig mindenre figyelni, de hogy visszatérjük, tehát az intuitív étkezés összességében nem foglalkozik a testsúlytartással, mert azt abban bátorít téged, hogy te is vedd le a figyelmedet a testsúlyodról, és fókuszáljál más dolgokra. Hogy akkor hogyan lehet lefogyni kalóriaszámlálás nélkül, összességében megint csak az intuitív étkezés és a nem testsúlyközpontú megközelítés is azt vallja, hogy egy idő után a testedet, hogyha nem egy ingát képzeljétek el, hogyha az ingát nem húzzuk ki ebbe az irányba, akkor nem fog átcsapni a másik irányba egy idő után. És a testedet is kicsit így képzeld el, hogy amikor folyamatos korlátozás alatt vagy, amikor folyamatos diétázás alatt vagy, akkor úgy képzeld, hogy az inga egyik irányba mindig ki van húzva, és ezért mindig átcsap a másik irányba, és így ingázunk, ugye, egy kicsit a testsúlyunkkal is, ugye, hogyha ha ismerő számodra ez a testsúly ingadozásnak a jelensége, ugye amikor egy fogyókurával sikerül levinni a testsúlyodat, de aztán igazából visszaszedsz mindent, aztán megint sikerül levinni, de aztán megint visszaszedsz mindent. Hogyha békén hagyjuk ezt az ingát, akkor az történik, hogy egy idő után beáll egy nyugalmi állapotba. És akármilyen hihetetlen is ezt elhinni, de ez fog történni veled is, a testsúlyoddal is, az étkezési viselkedéseiddel is, hogyha nem piszkálod, hogyha nem teszel rá extrém korlátozást, akkor be fog állni egy idő után. Úgyhogy nem kifejezetten kell aggódni a súlytartást illetően, mert a testednek megvan az a súly, ahol ő jól érzi magát, ahol egészségesnek érzi magát, ahol minden biológiai funkciódat el tudja látni, és nem fog a súlyod ugrálni, hogyha az békén hagyod igazából. Úgyhogy összességében erre bátorít minket az intuitív étkezés, hogy vegyük le a fókuszt a testsúlyunkról, foglalkozunk helyette mindennapi szokásokkal, rendezzük tényleg akár csak a
pszichológiai dolgokat az életünkbe, szociális kapcsolatokat, alvás is nagyon nagy hatással van rá, tehát nagyon sok minden van még, amivel foglalkozhatunk ahelyett, hogy görcsösen mondjuk a tökéletes étrendre igyekszünk, vagy hogy görcsösen az edzést szeretnénk mindenáron beiktatni az életünkben. Mindegyik fontos, az étkezésnek is megvan a fontos szerepe és a testmozgásnak is, de mind-mind testsúlytól függetlenül egészségmegőrző hatással tud lenni az életedre. Úgyhogy összességében a lefogyásnak vagy a súlytartásnak igazából az a megoldása, hogy ezt elengedjük, ezt a fókuszt. Mert ugye a másik dolog, amit még fontos itt talán megemlíteni, hogy a diéta kultúrában, ebben a millióban az van velünk elhitetve, hogy már asszociáljuk az esztétikát az egészséggel. Tehát, hogyha te azért mondjuk szeretnéd tartani a súlyodat, mert mondjuk nem feltétlenül azért, mert aggódsz, hogy mondjuk valami egészségügyi probléma kialakul, hanem akkor itt fontos azonosítani, hanem azért, mert egy szépségideál prezentálva van számunkra, és hogyha felszednél pár kilót, úgy érzed, hogy te már ebben nem passzolnál bele, de akkor itt nem egészségügyi helyzetről van szó, itt nem egészségmegőrzésről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a társadalom által nyomás van rád helyezve, nem csak rád, mindenkire, de hogy ez okozza neked a stresszt igazából. Csak azt érdemes itt felismerni, hogyha mi hagyunk ennek a nyomásnak, és elkezdünk megpróbálni megfelelni a társadalom által prezentált testnek, akkor soha nem leszünk elég jók, mert azok a dolgok, amik prezentálva vannak számunkra, kreáltak, photoshopoltak, tehát soha nem fogjuk elérni azt a dolgot, amit a társadalom prezentál általunk, illetve nem összekeverendő, hogy nem feltétlenül leszel egészséges, hogyha eléred azt a testideált, hogyha eléred a kockahasat, hogyha elérsz egy bizonyos testzsírszázalékot, attól még egyáltalán nem biztos, hogy egészségesebb leszel, legyen az akár szív- és érrendszer, legyen az akár szénhidrát anyagcsere, mentális egészség, és a többi, és a többi. Tehát, hogy érdemes meggondolni, hogy pontosan mi miért is igyekszünk tartani a súlyunkat, vagy miért is igyekszünk azt a pár kilót ledobni magunkról, és nem beszélve arról, hogy ugye az ördögi kör, tehát, hogyha már itt vagy a csatornámon, akkor elképzelem, hogy már nem az első próbálkozásod volt, és lehet, hogy a diétázásnak a káros hatásai már jelen vannak az életedben, tehát továbbra is a testsúlyra való fókuszálás a probléma gyökere nagyon sok esetben. Ezt most szívem szerint kiáltanám, mert az tart minket ebben az ördögi körben, hogy a testsúlyra való fókuszálunk, akkor szeretnénk étrendi korlátozást, akkor szeretnénk megnövekedett testedzést, de aztán túlszigorúak a diétás szabályok, akkor aztán megtörik a diétás szabályokat, bűntudatgyötrés, még jobban szeretnénk korlátozni az étkezést, és mindez azért, mert pár kilótól meg szeretnénk szabadulni, vagy többtől, lehet, hogy nem pártól, de én összességében ebben látom a probléma megoldását egyrészt, hogy ezt tudjuk elengedni. És erre meg kell úgymond érni, el kell jutni erre a pontra, hogyha még nem tartasz itt semmi baj, akkor csak nézd tovább a videóimat, és majd hát, ha minél többet hallasz róla, és beérik nálad is, vagy csak csináld úgy, hogy még nem ért be, de szeretnéd, mert már nem szeretnél több diétázáson végigmenni, nem szeretnéd ennek kitenni a szervezetedet, vagy csináld nyugodtan, lehet, hogy neked nincsen olyan mentális egészségedre nincsen olyan hatással igazából, tehát azt is azért fontos itt megjegyezni, hogy tényleg nem mindenkire van ennyire negatív hatása, nem mindenki tudja ennyire görcsölve aggódni, hogy eléri a vágyott alakot, úgyhogy összességében a lényeg az, és én azért vagyok itt, hogy abban támogassalak benneteket, hogy összjólét alakuljon ki nálatok, jó közérzettel éljétek a mindennapjaitokat, és igazából meg tudjátok élni mindennapjaitokat egy olyan egészségügyi állapotban, ami kitart hosszú ideig, és hosszú ideig virágzó életet tudtok élni. Mindegy is, hogy milyen testben vagytok ehhez igazából. Úgyhogy ez a hosszú válasz arra a rövid kérdésre, amit feltettetek nekem az egyik videó alatt. Remélem hasznos volt. Írjatok nyugodtan kérdéseket, nagyon szívesen válaszolok rá, jó? Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Sziasztok!